Hőkimerülés, hőgörcs, hőguta és napszúrás, ezek mind olyan egészségügyi állapotok, amelyeket a hőség okoz. Dr. Balla György házi orvos a vendégünk, akivel tisztázunk, hogy pontosan melyik mit jelent. Számomra a hőgörcs mondjuk egy újdonság volt. Ez mit jelent? Valóban a hőgörcs is egy... Ezek a fogalmak, amiket mondott a net, ez összefüggenek egymással is a meleggel, a nyári nagy meleggel, ami hirtelen tör rá a szervezetünkre. A hőgörcs az a hőkimerülésnek egy fajtája, amikor olyan mennyiségben veszítünk el vizet és ásványi sókat, hogy ezt a szervezet már nem tudja önállóan pótolni, és amikor csak sima folyadékkal, vízzel pótoljuk azt a vízveszteséget, akkor kialakulhat az izomgörcs, ami az ásványi sóknak a hiányából adódhat. Ez a hőgörcs. Tehát akkor ez egy folyamat? Ez egy folyamat, ami aztán átmehet teljes kimerülésbe is, illetve hőgutába, ami szerencsére Magyarországon nem egy gyakori eset a hőguta, de előfordulhat. Érzékelni tudjuk-e mondjuk egészen addig, amíg mondjuk eljutunk addig, hogy napszúrás, vagy ugye hőgutát kapunk, akkor mi az, amire figyelnünk kell a saját szervezetünkben? Tulajdonképpen két különböző folyamatról van szó. A napszúrás az arról szól, hogy a napot közvetlenül éri a napsugárzás, a fejet, és a fejben egyfajta hőpangás alakul ki. Ez aztán átmegy utána hányásba, fejfájásba, rosszul létbe, ugye, és akár eszméletvesztésbe is. A hőguta az pedig azt jelenti, hogy nem tudja a szervezet leadni a megfelelő hőmennyiséget, és ezért a maghőmérséklet, a szervezet maghőmérséklete megemelkedik, 40,6 Celsius fok fölé emelkedik, és ilyenkor már egyfajta hősok áll be, ami azt jelenti, hogy leáll a szervezetnek a normál keringése, a bőr már nem verejtekezik, szárazzá válik, illetve eszméletvesztés alakul ki. Most, hogy így haladunk előre, hogy most ugye már szerda van, de megyünk a hétvége felé, újra kánikula várható itt ugye Magyarországon belül. Mire kell konkrétan nekünk most odafigyelni? Az én körzetem ez egy vegyes körzet, egy vegyes praxis, ami azt jelenti, hogy időseket, felnőtteket, gyermekeket és kisterheseket is gondozunk. Veszélyeztetett csoportokról van szó, főleg az idős és krónikus betegeknél, a kisgyermekeknél és a kismamák esetében is. Miért veszélyeztetettek? Mert mind a három csoportnál a sóvízháztartás könnyen sérülhet. Ezért nagyon-nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy amikor reggel fölébredünk, utána lehetőség szerint rögtön egy 3-4 deci vízzel az éjszakai folyadékvesztést már pótoljuk. Ezt követően pedig, hogyha lehetséges, akkor maradjunk szellős, árnyékos helyen, tűzőnapnak ezek a csoportok ne tegyék ki magukat. Éjszakánként már 3-4 decis folyadékvesztéssel kell számolni? Akár többel is, ha nem. Te jó ég. Én ezt mindig érzékelem, de én ezt pótolom. Nagyon szépen köszönöm. Azok az emberek, akik ebben a nagy melegben is kényszerülnek ahhoz, hogy dolgozzanak. Hogyan tudnak jobban felkészülni arra, hogy ugyanúgy 6-8 órát kint kell tartózkodni, mondjuk a szabad levegő és a szabad ég alatt? Gyakorlatilag átkötöttük a következő korcsoportba, a hőpangásról beszélünk ebben az esetben. Itt, ahogy megfigyeljük most itt a Finának a területén az úszóvilágbajnokság kapcsán, nagyon-nagyon sokan vigyáznak a mi biztonságunkra a fegyveres testületek tagjai. Ugye zárt ruhában vannak, nagyon sokszor a napon kell nekik maradniuk egész nap, folyadékot, hát nem minden alkalommal látunk a kezükben palackot, tehát ezek az emberek, ezek a csoportok nagyon veszélyeztetettek, de ugyanígy veszélyeztetettek a puhó munkások, az aszfalton dolgozók, a bányászok, itt mindig nagyon-nagyon fontos a folyadékbevitel, és az, hogy időnként lehessen nekik pihenőt tartani. Lehet azt mondani, bocsánat, hogyha mondjuk veszünk egy átlagot, hogy mondjuk mindenki minden nap, vagy minden órában mondjuk legalább egy pohár folyadékot igyon, vagy két óránként? Van egy ilyen... Nagyon-nagyon fontos, nagyon jó gondolat, de nagyon fontos, hogy még azelőtt igyunk folyadékot, mikor azt éreznénk, hogy szomjasak vagyunk. Nagyon sokszor az idős szervezetnél, a gyermeknél nem is alakul ki a szomjúságérzés, és meg kell kínálni, többször meg kell kínálni egy kis folyadékkal, és mi magunk is akkor igyunk, amikor még nem vagyunk szomjasak. A víz és a sóháztartásról is beszéltünk. Mit lehet tenni? Oké, megbeszéltük, hogy nagyon sok vizet igyunk, de a sóháztartással mi újság? Rendkívül fontos lenne, hogy olyan ételeket így együnk, amiben már benne vannak a megfelelő kálcium, magnézium,
tartalmak, tehát a zöldségek, a gyümölcsök, az alma nagyon fontos, dinnye szezonban dinnyét tegyünk, úgyhogy ezekre nagyon kell figyelni. Ha megengedik, még egy külön csoportra és egy entitásra fölhívnám a figyelmet, az úgynevezett autóban felejtett gyermek esetében kialakulhat nagyon-nagyon könnyen hőpangás, és hőgörcs is kialakulhat. Tehát ilyenkor, amikor meleg van, akkor még óvatosságból se álljunk meg az árnyékban, és hagyjuk a gyermeket a nap, az árnyékban, mert a napjárása megváltozhat, és egy 20 perc alatt az autóban 60 fokos meleg áll. Az ételek tekintetében beszélünk róla, hogy mennyire fontos. Mégis ugye a strandra kilátogatók körében azt látjuk, hogy ugye egészségtelen ételekhez tudnak inkább jutni. Akkor készüljünk be otthon, és vigyünk magunkkal gyümölcsöt, zöldségeket? Gyümölcsöt, zöldségeket vigyünk magunkkal, de azért a strandon is lehet ma már mindenféle zöldséget és gyümölcsöt kapni. Nem feltétlenül a lángos vagy a meleg, sós, zsíros ételek ajánlottak. Tegnap leteszteltem én is, kapható dinnye. Igen, és igen. Jó volt. Azt hittem, hogy ettél egy lángost. Azt is ettem, de azt nem tegnap, úgyhogy tegnap egészségnapot tartottam, gyümölcsöt vásároltam, szóval akkor ezt ezek szerint jól tettem. Igen, ezt nagyon jól tette, és mint kismamának ezt külön gratulálok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Kismamaként egyébként sokkal jobban kell odafigyelni nyilván. Én nem érzem magamon egyáltalán ezt a bizonyos meleg időjárást, mert én ezt szeretem, tehát hogy én ebben érzem hát jól magam. Óvjuk, vigyázzuk, doktor úr, hát érzem. De mire kéne figyelnem anélkül, hogy ezt a szervezetem jelezni? De csak jelezni. Abba gondoljunk bele, hogy a kismama önmagában is, hogyha normál terhesség van, egy plusz 8-10-12 kg-ot cipel magával. Ugye Krisztián, aki a súlyzótelnek koronázatlan királya, a koronázottnak is nevezhetjük, talán még ő sem szeretne egy egész nap egy karton petpalackos ásvány vízzel sétálni, és utána megkérdeznék tőle este, hogy kedvesem, hát miben fáradtál el? Tehát már erre is figyeljünk a kismamáknál, hogyha csak alapvetően több kilóval, több súllyal kell nekik egész nap menniük. Üljünk le, ígyunk vizet, és együnk gyümölcset. Egész nap árnyékba tartjuk, ne aggódjon, doktor úr, viszont a nézőnek elmondjuk, hogy szakértőnket egészetesen hívhatják a 30-as 55-93-92-es telefonszámon, és minden kérdésre válaszol önöknek, mi pedig a műsor végén akkor visszavárjuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek. Köszönjük szépen. Köszönöm.